Számos beruházás mellett hamarosan megkezdődik a Baktalóránd házi belvízelvezető rendszer felújítása és kiépítése. A településen csütörtökön ünnepélyes keretek között megtörtént a beruházás első lépése. A település országgyűlési képviselője, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke és Baktalóránd háza polgármestere a közös munka sikerének szimbólumaként alapkőletétellel nyitották meg a projekt indulását. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálta azt a közösségének hiányát szenvedő beruházást. Itt, ahogy beszélt polgármester úr, a kerékpárút építését, felújítását, a belvízelvezetőt, energetikai projekteket, a turisztikai projektet, és azt gondolom, hogy sok mást. Minden 44 település, az én mostani számításom és ismeretem szerint körülbelül 90-95%-ban fog teljesülni az az igénylista, amit pályati formában ez a 44 település benyújtott, és azt gondolom, hogy ez egy nagy siker, hiszen egymást erősítve azoknak a településeknek a lakóit szolgáljuk, akik életminőségében, vagy pedig beruházásában, munkahelyteremtési beruházásban, vagy ipari parkfejlesztésben meg tudtuk valósítani. Egy történelmi pillanat volt a mai nap Baktalóránd háza város életében. Ezt már Baracsi Endre mondta, a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte. A megvalósult fejlesztéseket megelőző stratégiai célok éppen az ilyen beruházások miatt történtek, melyek az adott település közösség problémáira fókuszálnak. Pontosan ezért igyekeztünk a lehető legszélesebb kört ezekre az előkészítési munkákra meghívni, így polgármesterek, civil szervezetek, közösségeknek a képviselői, vállalkozók képviselői mind elmondhatták, hogy mit szeretnének, és melyek azok az irányok, amelyek felé el kell mozdulni, és ennek alapján nagyon örülünk annak, hogy a mai nap megtörtént egy olyan alapkő letétel, amelynek eredményeképpen Baktalóránd háza városnak az arculata lényegében teljesen megváltozik, és azok a közszolgáltatások és azok a fejlesztések, amelyek itt megvalósulnak, azok mind élhetőbbé teszik majd a várost. A megyei közgyűlés alelnöke azt is elmondta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés célja az, hogy a megye egy olyan megye legyen, ahol jó élni, de ezen felül egy olyan megye is, ahová jó visszatérni. A rendezvényen Baktalóránd háza polgármestere kiemelte, az elkövetkezendő másfél évben 3 milliárd forint összegű fejlesztések valósulnak meg a településen. Jelenleg a belvízelvezető rendszer felújítási programját kezdjük el, ami egy 400 millió forintos program. Ezt követően pedig sor kerül a többi úgynevezett toppos projekt megkezdésére. Zöldváros fejlesztési program 400 millió forintból, kerékpárút építése 500 millió forintból, a kastélyunk pincé rendszerének a felújítása 100 millió forintból, valamint a településen átívelő állami közút fejlesztése nagyságrendileg 100 millió forintból fog megtörténni a top keretein belül. A belvízelvezető rendszer most elindult felújítása, a belterületre hullott csapadékvíz és a felszín alól előtörő vizek rendezett elvezetését és a település belterületének védelmét szolgálja majd.